Lemezgarázs témában gondoltam, megosztok veletek egy hasznos információt, ugyanis Robi barátom így alakította át az ő saját lemezgarázsukat. Mivel nagyon meleg volt benne és kevés volt a fény is, ez most csak egy kezdő megoldás, tehát jelenleg egy ilyen hálóval lett megoldva, kiemelt innen egy ilyen lemezelemet, és két helyre betette ezt a hálót. Ez gyakorlatilag egy egyszerű vakolóháló, amit itt láttok benne, de ez teljesen megakadályozza, hogy a rovarok beköltöztessenek, a madarak beszálljanak, viszont kellő fényt és kellő átszellőzést biztosít itt a nyári melegben. A végső megoldáshoz is megvannak már a tervek, alumínium profilokat keresünk, és polikarbonáttal lesz megoldva egy automata szellőztető rendszer, úgyhogy azt gondolom, hogy ez majd mindenkit érdekelni fog, ha elkészül, akkor erről is beszámolok. Sajnálom, hogy az eredeti állapotot nem tudom nektek megmutatni, hiszen itt teljesen sötét lenne egyébként. Úgy gondolom, különösebb kockázata nincs ennek a hálónak, tehát semmi gond nem történik, ha esetleg csapódó eső jön erre felé, akkor itt egy kicsit beázik, ez nem okoz gondot, ez lefolyik ide a betonra, és az ajtón keresztül ki tud folyni. Úgyhogy jelenleg így néz ki, erre még egyszer mondom, egy polikarbonát borítás fog kerülni, illetve egy ajtó, amit egy automata szellőztető fog nyitni. Mindjárt meg is mutatom, hogy milyen automata szellőztetőre gondolok. Biztosan felmerült bennetek az a kérdés is, hogy ez a két nyillás egy ekkora hatalmas garázsban mennyit jelent. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég sokat. Tehát itt most meleg van, szerintem olyan 30 fok környékén, tehát egy 5-6 Celsius fokot biztosan jelent, hogy itt át tud szellőzni. Sőt, hogyha kinyitjuk itt ezt az ajtót, itt egy húzat tud kialakulni, ami eddig nem. Tehát ez egy nagyon lényeges megoldás, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy innentől kezdve már át tudja járni a garázst a levegő. Közben mutatom a melegház árnyékolásának is egy trükkjét, az így néz ki ezzel a hálóval, és azt is jól láthatjuk, hogy az automata szellőztető is ettől függetlenül működik a háló alatt is. Ezzel ugye azt akadályozunk meg, hogy a teljes napsütés az beessen ide, bejöjjön ide a melegházba, és egész jó idő van ide bent. Jó magas a páratartalom, de gyönyörűek a zöldségek, így például a paprika, uborka, ugye itt látjuk a paprikát, paradicsomot, uborkát, tehát a lecsó alapanyag az adott itt jelenleg. No, de nem is ezért jöttem be most ide, hanem azért, hogy megmutassam ezt az automata szellőztetőt. Tehát így néz ki. Ugye ez a levegő hőmérsékletére nyit, és van benne egy patron, ami szépen felnyomja ezt a rudazatot, és így kinyitja a tetőablakokat. Ugyanezt az automata szellőztetőt és egy hasonló alumínium keretes polikarbonát ajtócskát szeretnénk majd alkalmazni én is és Robi is a garázs kiszellőztetésére. Úgyhogy ez lenne az automata szellőztető megoldás, amire gondoltunk.